fizikát, Robert azzal kezdted előbb, hogy idézted David Alabát, ugye a osztrák, de egyébként fekete bőrű futballistát. A bizonyos értelemben én is hasonlóképpen érzem magam itt, egy picit fekete bárányok értem magam ebben a trajságban. Részint azért, mert az előadásom sokkal inkább az előző panelbe illett volna bele, nem a hátországhoz, hanem inkább az új háború a régi világban című panelbe. De gondolom akkor a szervezőknek szembesülni kellett volna azzal a problémával, hogy ott négy előadás van, itt ebben kettő, és ez nyilván aránytalanságot szült volna. Részint pedig azért, mert az előadásom nem koncentrálódik 1916-ra. Én felhívtam a figyelmet, a szervező figyelmet felhívtam, hogy ki fog lóni bicikét ebből a struktúrából. Azt mondták, hogy nem baj. Úgyhogy én beszéljek nyugodtan a két világháborús osztályban a hadseregből, ezt fogom tenni. De hogy eleget tettem az elnök úr ugye, új intézkedéseinek, és leírtam, amit szeretnék mondani, úgyhogy garantáltam benne lesz a 20 keresztben. Ha csak nem fogok túl sokat köhögni, mert akkor elképzelhető, hogy a dolog kicsit csúszik, de ezért elnézést fogok kérni. No tehát, 1914 nyarán, jól kezdődik, a szarajevói merényletet követően az osztrák-magyar döntéshozók azzal, hogy háborút provokáltak Szerbiával, a dualista birodalom sorsát a hadseregre bízták. Ez alig volt szokatlanak nevezhető, az előző esztendőben kétszer is hasonlóan cselekedtek. Először májusban, a skótai válság idején Montenegró, majd októberben Szerbia ellen is késznek mutatkoztak rá, hogy a fegyverek erejére appelláljanak. Igaz, mindkétszer megelégedtek a diplomáciai győzelemmel, mikor a megfenyegetett szomszéd késznek mutatkozott az engedelmességre. Most 1914. júliusában azonban más volt a helyzet, a bécsi politikai csinálók eldöntötték, hogy mindenáron háborúig fokozzák a feszültséget. Nyilván úgy is a feltételezés, hogy a birodalom döntéshozói tökéletesen tisztában voltak az osztrák-magyar haderő erejével és felkészültségével, és maximálisan bíztak benne, hogy az képes lesz erőszakkal is érvényesíteni a monarchia külpolitikai érdekeit, míg abban esetben is, ha a megtámadott Szerbiának Oroszország nyújt fegyveres segítséget, miáltal kontinentális háború robbanhat ki Európában. Elvégre épeszű kormányzat csak is abban az esetben nyúl a fegyverekhez, ha megbízik a fegyveres erőjének hatékony működésében. 1914 nyarán azonban távolról sem ez volt a helyzet. Az osztrák-magyar döntéshozók, a legfőbb katonai vezetők kivételével, egyáltalán nem voltak tisztában a haderő tényleges állapotával. Az előző esztendő idézőjelben militáris diplomáciájának, azaz a szomszédos kisállamokkal szembeni fegyveres gyarolásnak a sikereit félreértelmezve, lényegesen túlértékelték a dualista hadsereg harcértékét. A vezérkari főnök pedig Konrad Ötzendorf tábornok, aki a politikusoktól eltérően világosan látta a bajokat, képtelen volt keresztülvinni a szükséges reformokat. Mindezek eredményeképpen a monarchia hadserege egyáltalában nem volt felkészülve mindarra, ami 1914 nyarán rávált. Az osztrák-magyar fegyveres erők felkészületlenségét filtrató kritikákra válaszul, gyakran elhangzik, hogy a világtörténelem első totális háborújára voltak éppen egyetlen résztvevő sem készült fel, igazán. Nem is lehetett, akárcsak az anekdotabeli medvevadász, aki a minden eddiginél nagyobb medvebarlanghoz érve, legfeljebb egy minden eddiginél nagyobb medvére számított, az Orient Expressre azonban semmiképpen sem. Ugyanúgy szembesült a világ is azzal, hogy a háborúról adott hagyományos fogalmát sürgősen csúcsba kell várni. Mivel a szervezett nemzetközi tömeggyilkolás mostantól új gépesített korszakába lépett. Az efféle ellenkritikákban természetesen sok igazság van. Mégis azt kell mondani, hogy az osztrák-magyar monarchia nem csupán az eljövendő háborúhoz szükséges felkészülési szintet nem érte el, de az összehasonlításban alul maradt leendő riválisaihoz, illetve szövetségi képest is.
A dualista birodalom felelős döntéshozói részben gazdasági, részben belpolitikai okokból évtizedeken keresztül elhanyagolták a szükséges fejlesztéseket. A rendelkezésre álló statisztikai adatok bizonyítják, hogy Ausztria-Magyarország mind a bruttó hazai össztermékből százalékosan, mind az egyfőre eső hadikiadásokat tekintve kevesebbet fordított a hadseregére, mint a korábbi európai nagy gyermek regionális hatalma. A monarchia hadereje számbelileg is kisebb volt, mint amit népességi viszonyai megengedtek volna. A korábbi gyakorlat szerint azok az államok, amelyek a dualista birodalomhoz hasonlóan az általános hadkötelezettség alapján egészítették ki védereiket, általában a népességük 1%-át kitevő békeállományú hadsereget tartottak fenn. Ausztria-Magyarország lakossága 1910-es népszámolás alapján mintegy 51,5 millió volt, ám csupán alig több mint 400 ezer ember tartott fegyverben békeidőben. Ez a létszám általános mozgósítás esetén több mint 2 millióra gyarapodott. A béke, illetve hadiállomány közötti kívánatosnál nagyobb különbség értelemszerűen kedvelőtlenül befolyásolta a mozgósítás lebonyolítását. Nagyobb békelétszámú haderő fenntartása természetesen nagyobb költségekkel járt volna. Hiába volt általános légkötelezettség érvényben a birodalomban, az évenkénti sorozásokon fizikailag alkalmasnak bizonyult férfi népességnek csak mintegy a fele kapott katonai kiképzést. A többieket, akik a parlamentek által megszavazott újonc jutalékon kívül este, az úgynevezett póttartalékba osztották be. A szolgálati idejüket már letöltött hadviseletek tartalékban, majd a népfölkelők közé kerültek. Belülük német mintára tartalék hadosztályokat szervezhettek volna, ha a Konrád vezérkari főnök erre vonatkozó tervét sikerül keresztülvinni. Erre azonban a világháború kitörése előtt már nem jutott idő, ám kétséges, hogy adott esetben a megfelelő politikai akarat megvett volna el hozzá. A haderő viszonylag alacsony létszáma kezdettől megoldhatatlannak bizonyuló pontot jelentett az osztrák-magyar hadvezetésnek. Pedig a szükséges túlerő biztosítása elengedhetetlen feltétele lett volna az eredményes hadviselésnek. Ezzel kapcsolatban a kortársak gyakran idézték az idősebbik Moltke mondását, idézem. A hadviselésnél a legfontosabb a számbeli túlsúly. Tartós siker csak úgy érhető el, ha már kezdettől biztosított a létszámbeli fölé, idézett vége. Csak hogy a monarchia hadereje két fontos, azaz Szerbia és Oroszország elleni egyidejű háborúra csupán korlátozottan volt képes. Csak abban az esetben volt esélye a nyomasztó erőfölényben rendelkező, cári haderővel szemben helytállni, ha a szervekkel szemben megelégszik a védekezéssel. Ezzel a körülménnyel az osztrák-magyar hadvezetés kezdettől fogva tisztában volt. 1914 nyarán és őszén mégis megkockáztatta Szerbia levelését, holott nem volt meg hozzá a megfelelő ereje. Az eredendően hiányzó kerteti erőfölény mellett a monarchia hadviselésének kilátásait a rendkívül magas veszteségek is erősen leoltották. Általában minden háborúra jellemző, hogy a küzdelem első szakaszában mindkét fél veszteségei kiemelkedően magasak. A csapatoknak alkalmazkodniuk kell a háborús körülményekhez. A hadigépezet működése még rendszerint tele van fennakadásokkal. A háborús propaganda hatása ekkor még magas szinten tartja a katonák harci moráját, ez pedig nagyobb vállalkozó kedvvel párosult. Ennek következtében a monarchia a világháború első 5 hónapjában, azaz 14. augusztus és december között, a Balkánon mintegy 28 ezer, az orosz fronton pedig mintegy 92 ezer, összesen tehát kereken 120 ezer halottat veszített. Sűrűsödte a helyzetet, hogy a halottak között viszonylag sok volt a tiszt. Míg a világháború egészét tekintve az osztrák-magyar haderőben a tiszti és a legénységi halottak aránya általában 1-33 volt, tehát magyarul azt jelenti, hogy 100 ugye, legénység elmennyi halottra jutott 3 tiszt. 1914 évi harcokban az arány Galíciában 1-28, a szerb hadszintén pedig egyenesen 1-26-hoz volt.
Magyarul, hogy 100 gyalogosa 4 tisztviselő. Tehát 25%-kal magasabb volt. Mindennek következtében a hivatásos tiszti állomány jó része a háború első hónapjaiban elvérzett. Pótlásukra tartalékos tiszteknek, azaz jó-rosszul kiképzett civileknek kellett lépniük. Mindenesetre jellemző adat, hogy az első világháború folyamán a monarchia mintegy 4-szer annyi tisztet veszített, mint az osztrák örökösülési háború óta vívott valamennyi háborújában együttvéve. A magas emberveszteségek pótlására előbb a hadkötelezettség korhatárát bővítették ki 18-tól 50 évre, majd egyre újabb korosztályokat hívtak be szolgálatra. Mivel a háború folyamán a monarchia ellenségeinek száma is gyarapodott, és a kezdetben egy, majd két fontos háború 1915-re 3, 1916-ra pedig 4 fontossá változott, a szükséges emberanyagot a korábban a kiképzésből kimaradt állomány gyorsított tanfolyamokon igyekeztek frontszolgálatra alkalmassá tenni. Mindez természetesen azzal járt, hogy a fegyverforgatásban járatlan újoncok tovább növelték az egyébként is magas veszteségi arányokat. A krónikus emberhiányra a hadvezetés a harcból valamilyen okból kimaradó szigorított felülvizsgálatával reagált. Az úgynevezett mozgó felülvizsgálati bizottságok közöttük különösen az, amelyik a félelmetes hírű Teisinger tábornok vezetés alatt működött 1916-tól. Valóságban rettegésben tartották a hátországban egészségügyi okból vagy szabadságon tartózkodó katonákat, miközben papíron a lóbósok felkutatása és fontos küldése volt a feladatuk. Összességében a világháború 51 hónapja alatt a monarchia mintegy 8 millió főt küldött a frontokra. Közülük hivatalos statisztikák szerint több mint 1 millió volt a halottak száma, amit a statisztikusok az eltűntek és a hadifoglyok bizonyos százalékát a halottak közé számítva mintegy 1,5 millióra kerekítettek föl. Ennek kb. 43-44%-a, vagyis mintegy 660 ezer halott esett a birodalom magyar felé. A relatíve alacsony katona létszám mellett a dualista birodalom hadereinek felkészületlensége a haderő technikai felszereltségén és kiképzettségén is megmutatkozott. Ami a hadsereg fő fegyvernemének számító gyalogságot illeti, a monarchia hátránya, főleg a háborús tapasztalatok hiányában mutatkozott meg. Mind Oroszország, mind Szerbia, illetve Montenegro rendelkezett közvetett tapasztalatokkal, melyeket az orosz-japán háborúban, illetve a Balkán háborúban nyertek. Ausztria-Magyarország azonban az 1878-as boszniai okkupáció óta gyakorlatilag nem vett részt fegyveres konfliktusban, csapatai így legfeljebb az évenkénti hadgyakorlatokon szagolhattak puskaport, ami magától értetődően nem pótolhatta az igazi háborúban szedett tudást. Általános problémának mutatkozott, hogy az 1914 előtt vívott háborúkból nyerhető tapasztalatokat az osztrák-magyar hadvezetés nagyon alacsony hatásfokkal tudta hasznosítani. Hiába voltak ott megfigyelői a Bór háborúban, az orosz-japán háborúban, illetve a Balkán háborúban, jelentéseik többnyire asztalfiókban végezték. Hadvezetés mértékadó tábornokai úgy ítélték meg, hogy a felsorolt háború tapasztalatai alapján a monarchiai hadserege jó úton jár, alaposabb reformokra nincs is szükség. Ennek a szemléletnek hitta meg aztán nevét, főleg a korábban egyértelműen elit fegyverrendnek számító lovasság, amely 1914-ben még a hagyományos színes egyenruhában vonult a frontra, ám a géppuskák és a gyors tüzelő ágyuk dominálta a hadviselésben, a szószoros értelmében megsérült. A súlyos veszteségeket elszenvedő lóállományt az emberek ellentétben nem lehetett pótolni. Lovas alakulatokat folyamatosan gyalogság formációkkal szervezték át. A korábban a hadereje, a hadsereg mostani gyerekének számító tüzés, mely a világháború során fokozatosan egyre nagyobb jelentőségre tett szert, döntő többségében elavult adagekkel indult haza 1914-ben, jószerével egyetlen valódi korszerű fegyverek, az 1911 mintájú 30 és feles Skoda Muzsár is jellemző módon a törvények megkerülésével került gyártásra, amely utóbb Aufenberg hadügyminiszternek komoly bírálatokkal kellett szembenéznie. A monarchia hadipara pedig csak nagy nehézségek árán tudta
a világháború folyamán megteremteni azokat a gyártási kapacitásokat, amelyeket az egyre növekvő löveg és a lőszerigény támasztott. Ellenfeleink közül az orosz tüzérség, amely kezdettől korszerű fegyvezet rendelkezett, általában krónikus lőszerhiányáról ismert. Valójában azonban a monarchia tüzérsége hasonló gondokkal szembesült, ráadásul kezdettől alacsonyabb készletekkel rendelkezett, mint riválisan. Az ellenséges tüzérségek korszerű színvonala a legkézzelfoghatóbb módon azonos kaliberű lövegek hatásos lőtávolságában tudott meg. Ezen a téren a monarchiában lövegek mintegy 720-1000 méterrel rövidebb távra voltak képesek tüzelni, ami a harc folyamán rendkívüli nagy hátrányt bizonyult. Az osztrák-magyar hadvezetés alapvetően tradicionálisnak minősíthető szemléletére nyilván rányomta a bélyegét az uralkodó Ferenc József közismerten konzervatív beállítottsága és idegenkedése az újításokkal szemben. Így a monarchia jelentős elmaradása a haderő gépesítése terén, a páncélozott gépkocsik, illetve a harckocsik fejlesztésében, a meglévő mérnöki tudás ellenére is elhanyagolt fejlesztések a világháború folyamán súlyos következményekkel jártak. A monarchia elavult repülőgépparkkal, a költséges beruházások ellenére is a riválisokhoz képest hátrányban maradó hadiflottával vágott neki a küzdelemnek. Ezeket a hátrányokat azután a világháború folyamán minden erőfeszítés dacára nem sikerült pótolni. Az osztrák-magyar haderő azonban mégis képes volt közel 4,5 esztendőn keresztül folytatni a harcot, ami azt bizonyítja, hogy a katonák és a hátország emberfeletti helytállása a roppant haderő működőképességének fenntartására legalábbis elég volt. Igaz, 1916 nyarát követően egyre többször szorult a monarchia német segítségre, aminek természetesen meg volt az ára. Az idő rövidsége mellett is szükséges megemlíteni, hogy a monarchia haderejének eredendő gyengesége, tudik sok nemzetiségű voltak, mely a hadvezetésnek kezdetben a technikai és felkészültségbeli elmaradásoknál jóval nagyobb fejfejest okozott, a várakozásokkal ellentétben nem bizonyult végzésnek. Az osztrák-magyar hadsereg néhány kilívó esettől eltekintve nem bomlott fel, és lényegében 1918 őszéig egyben maradt, sokkal tovább, mint egy egyre inkább értelmetlenné váló háborúban az józan ésszel elvárható lett volna. Talán mégsem volt a birodalom olyan mértékben a népek börtöne, mint azt az ellenséges propaganda harcolta. A haderő és mögötte a háborús Franciaország kitartása azonban természetesen nem feledhetheti az alapvető tényt, 1914-ben egy felelőtlen politikai vezetés felkészületlen hadsereget kényszerített végzetes következményekkel fenyegető háborúban. Ezért a háború döntését a korabeli politika csinálók felelősségét senki sem törölheti el, még 100 év távlatában sem. Köszönöm szépen a figyelmet!